És ha már a könyveknél tartunk, engedjék meg, hogy mutassam be önöknek meghívottunkat, akit nagyon nagy szeretettel és tisztelettel üdvözlök a stúdiónkba, Szőcs Géza költő írót. Akinek ma este 7 órai kezdett el, jól mondom, ugye 7 órától lesz a könyv bemutatója, mutatják be, ha a Polipszuszok Kolozsvárott című kötetét, illetve a 60. születésnapja alkalmából összeállított album Amikorum című kötetét. Üdvözlöm! Üdvözlöm én is, a nézőket is, Gyurkát is. Géza, megkérdem, igen? Nem lesz ebből valakinek baja, hogy én most itt meghívott vagyok? Kinek lenne ebből baja? Nem tudom. De nem tudom, szerint... hogy mire gondol. Arra, hogy bizonyos értelemben száműzöttnek érzem magam a szónak valamilyen értelmében, noha ez ellentmond annak, hogy itt most vendég vagyok, a rádiónak is vendége voltam, a tévéstúdiónak is. A Kolozsvári Rádiónak? Így van. De nekem az az érzésem, hogy évek óta különösen Kolozsvárral foglalkozó könyveim már sorozata ellenére teljes ignoranciával viseltetnek irányomban, és a könyvek iránt a kolozsvári könyvkereskedők, könyvesboltok, és az írott sajtó is. Tehát hiába foglalkozom én a Kolozsvár intenzíven Kolozsvárral, Kolozsvár nem... És egyéb vetületeivel, ez süket fülekre talál városomban, és már-már arra kezdtem gondolni, hogy ha nincs üldözési mániám, hogy itt valaki egyszer úgy döntött, hogy ezeket a könyveket elhallgatjuk. Erről az emberről nem beszélünk. Hát én most erről önt csak meg tudom hallgatni, véleményt nem tudok formálni, nyilván, mert nem tudom, hogy mi lehet. Nem fogom biztos. Ettől nem kell tartani. Térjünk át a könyvekre, mert nagyon szépek, gyönyörűen mutatnak, és biztosan a nézők is nagyon kíváncsiak rá, és a kolozsváriak. Közben mutatom a könyvet, és elmondom, hogy hogyan szól a könyv ajánló, mert nagyon szép, hogyha megengedi Szőcs Géza úr. Tehát Erdélyt mindig is tündér természetűnek nevezték, ami azt jelentette változó, bizonytalan, váratlan, hallucinatív. Meg nem fogható, meg nem magyarázható, meg nem fejthető, ellenőrizhetetlen. Titkos fejedelmek földje, amely fölött egy ismeretlen égitest uralkodik. Szőcs Géza 21 története, mint 21 lámpás világítja meg Erdély holttestét a felejtés alkonyatában. Akit érdekel Erdély, annak ott-e könyv helye a pincéjében vagy a padlásán. Ez nekem nagyon tetszett. Nagyon kedves, de nem az a szerep van rám, hogy én kommentáljam a könyvet. Ez a két kötet Sziveri Jánost idézi meg, ugye? Igen. Egy fiatal költőt, aki 1990-ben hunyt el, hogyha jól tudom. Mit kell tudnunk róla? Ő annak a generációnak, amelyhez én is tartoztam, egyik kiemelkedő alkotója volt, vajdasági származású. Az új Szimpozion című folyóirat utolsó hullámának a vezéralakja, főszerkesztője, akit politikai okoknál fogva eltávolítottak, gyakorlatilag kikényszerítettek az akkor még létező Jugoszláviából. Nagy betegen érkezett már Budapestre, ahol 89 folyamán ismerkedtem meg vele. Az egyre súlyosbodó kor ezt a kapcsolatot természetesen beárnyékolta. Ugyanakkor bizonyos értelemben inspirálta is a beszélgetéseinket, hiszen ő nagyon vágyott ellátogatni Erdélybe. És ahogy teltek a hetek, szinte napról napra, óráról órára világosabb lett, hogy ő már nem fog soha eljutni Erdélybe. És akkor én egy ilyen személyére szabott erdélyi mitológiával próbáltam kielégíteni ezt a kíváncsiságát és vágyakozását Erdély iránt.
És jóval később, 25 év, vagy közel két és fél évtized elteltével, mint egy véletlenszerűen jutottam el oda, hogy lejegyezzem ezeket a történeteket, amelyeket neki meséltem, legalábbis nagy részüket. Nyilván van, amit elfelejtettem, de legnagyobb részükre emlékeztem. Ez a könyv története az első köteté, amely magukat, ezeket a narratívákat tartalmazza. Mutattam is az imént, remélem látták, és hát itt a második kötet. A második kötet pedig abban több a dokumentum jellegű írás, fotó, kézirat, repro, tehát minden, ami a kettőnk kapcsolatához tartozott, illetve minden, ami ezeket a narratívákat bizonyos értelemben megelőzte, vagy folytatta prózaírói munkásságomban. Az előbb nem nyitottam ki ezt a kötetet, már csak a szépsége miatt érdekes, hogy hát ez színes borító, ugye, és benne fekete lapokon fehér írás, illetve ez a könyv, hát egy fekete borítójú, és benne a klasszikus fehér lapok, igen, fekete betűk, ez is nagyon érdekes. Egyesek beszélgető könyvnek nevezik, mások fiktív úti rajznak. Hogyan határozná meg a műfajt? A műfaj majdnem meghatározhatatlan. Az biztos, hogy nem vers a szónak klasszikus értelmében. De ha a prózaírás követelményei felül közelítünk, akkor is zavarban vagyok. Én magam is, hogy nem is úgy indultam neki ennek, hogy itt valami fajta irodalmi alkotást teszek le az asztalra, akkor még szó se volt asztalról, beszélgettünk. De amikor végül is lejegyeztem, nem gondoltam arról, hogy ez micsoda. Tehát nincs bennük cselekmény, nincs bennük jellemrajz, pláne jellemfejlődés, nincs bennük konfliktus, a legtöbben nincs. Akkor mi van? Tiszta képzelet van. Tiszta képzelet van, és mögötte egy ország a maga történelmével, embereivel, helyzeteivel, és erre nekem nincs szavam, nem tudnám meghatározni, hogy ez micsoda. Akkor idézek másoktól. Azt mondják, hogy Szőcs Géza jellemzően könyvműveket alkot. Kötetei egyfajta szintézisre törekszenek, nem csak irodalom ez, hanem tipográfia is. A Sziveri beszélgetőkönyve is ilyen, mondja Géczi János költő. És az imént kérdeztem, tehát a külalakot, a színválasztást, tehát ebben mennyiben vett részt ön? Erőteljesen, és azt kell mondanom, hogy talán ez az első olyan könyvem, amely úgy szólván 100%-ban fedi az elképzeléseimet. Nyilvánvaló, hogy régebben ez miért nem volt megvalósítható, itt objektív és szubjektív okok és körülmények játszottak közre, abban, hogy egy-egy könyvben, ha megjelent, azt mondtam magamban, na ez 20%-ban olyan, amilyennek elképzeltem, ez 40, ez esetleg 60. De az, hogy közel 100%-ban olyan legyen, amilyennek megálmodtam, és amilyennek a nyomdába kerülés napjáig dolgoztam rajta, az köszönhető egyrészt Jánosi Andreának, a fiatal kolozsári grafikusnak, képzőművésznek, igen, akit én egyáltalán nem ismertem korábban, hanem néhány illusztrációja alapján figyeltem föl rá, mégpedig az erdélyi városokhoz, városkönyvekhez készített. Az volt az érdekes, hogy ez pont úgy fest, ahogyan én írok, gondoltam róla, és akkor szép egymásra ebből találás az együttműködésből ez lett, és hát természetesen a Méri Gábor, illetve a Méri Ráció kiadó, meg Egye Tibor tipográfus együttes munkája, nem mondja, teljesítménye az, hogy ez ilyen lett, azt mondhatom, hogy minden könyvnek ilyennek kellett volna lennie. És végül ma ünnepi nap van, ugye? Ma könyvbemutató, és az ön 60. születésnapját is ünneplik. Látta-e, tudja-e mi az, amivel meglepik ott az album Amikórumot? Kiszivárgott, látni még nem láttam. Kiszivárgott, nem lehet titokba tartani egy ilyen dolgot, hogy mit tudom én, 10-20 barátomat fölkérik a szerkesztők, hogy
írjanak egy ilyen kiadványba, amely a mai napra időzítve fog megjelenni. Persze, hogy tudomást szereztem róla, de ez, mikor megérkeztem Kolozsvára, és rákérdeztem, hogy szeretném látni ezt a kiadványt, azt mondták, hogy ma délután 5 órakor jön ki a nyomdából, addig senki emberfia nem láthatja. Tehát ön lesz az első. Ez igaz-e, vagy nem? Nem vizsgálom. Kíváncsi vagyok, hogy kézbe vessem természetesen. Mindenképpen egy csodaszép, izgalmas ajándéknak tűnik. Isten éltesse sokáig, Szőcs Géza úr, és köszönöm, hogy ennyi időnk volt, de ez is izgalmas volt, és tanulságos, és igazán ajánlom mindenkinek, bárcsak kézbe venni ezt a könyvet, már élmény. Köszönjük, hogy eljött hozzánk. Kolozsvári Magyar Napok. Forra város.